meghosszabbították az eredetileg jövő vasárnapig érvényes korlátozásokat Németországban, sőt újabb szigorításokat is bevezettek. A korábbi 5 helyett most már csak 2 különböző háztartásban élő ember találkozhat egymással. Emellett azok, akik a legfertőzöttebb településeken laknak, csak 15 kilométeres körzetben hagyhatják el otthonukat. A decemberben hozott intézkedéseket január 31-ig meg szeretnénk hosszabbítani, jelentette be Angela Merkel kancellár kedd délután. Így a német iskolák és óvodák is zárva tartanak, a szülők 20 napig maradhatnak otthon gyermekeikkel, emellett új korlátozásokat is bevezetnek. Azokban a megyékben, ahol a 100 000 főre jutó fertőzés szám egy hét alatt meghaladja a 200-at, korlátozzuk a lakosság mozgását. Így mindenki csak indokolt esetben hagyhatja el az otthona 15 kilométeres körzetét. Indokolt esetnek számít például a munkavégzés vagy az orvosi vizsgálat, az egynapos hegyvidéki kirándulások azonban semmiképpen sem, fogalmazott Angela Merkel. Új intézkedés az is, hogy a korábbi 5 helyett mostantól csak 2 különböző háztartásban élő ember találkozhat egymással. Ezek az intézkedések egyáltalán nem kellemesek, azonban olyan időszakban élünk, amikor szükségesek. Örömömre szolgál, hogy a 16 tartománynak sikerült megegyezni. Sok helyen nagyon rosszak a járványadatok, szerencsére Észak-Rajna-Vesztfáliában nem olyan súlyos a helyzet. Ennek ellenére szolidárisak vagyunk, és mi is támogatjuk a korlátozásokat, hangsúlyozta a tartomány miniszterelnöke. A német lakosság nagy részét nem lepte meg a kormány döntése. Szerintem jó, hogy meghosszabbítják a korlátozásokat a hónap végéig, ugyanis sokan még mindig tartanak összejöveteleket, így pedig nem lesz kevesebb fertőzött, vélekedett egy frankfurti férfi. Kedden nyílt meg az ország egyik legnagyobb oltóközpontja Hamburgban, ahol egy nap alatt akár 7000 embert is be tudnak oltani. Az első napon azonban csak 500 ember kaphatta meg a vakcinát. A közmédia tudósítója arról számolt be, hogy kevés az oltóanyag. Tavaly megkapták ugyan az ígért adagot, idén azonban már egyértelműen akadozik a szállítmány. Jens Spahn egészségügyi miniszter az ARD reggeli műsorában védte meg az álláspontját, és ígéretet tett arra, hogy a második negyed évben elegendő vakcina áll majd rendelkezésre, és megoldásként említette a tárcavezető, hogy a BioNTech számára kialakítanának egy új gyártási központot Németországban. Eddig csaknem 265 000 embert oltottak be koronavírus ellen a 83 milliós országban. A Pfizer-BioNTech vakcinából 1,3 millió adag érkezett meg a németekhez, péntekig pedig további 670 000 dózisra számítanak.